Kedves nézőink, a Budai Balázs énekes révén ajkai kötődéssel is bíró Rakéta Presszó zenekar szombaton mutatta be a Kaszinóban Büfé Románc című lemezét. A koncerten mi is ott jártunk. Hullott egy száraz, egy szombat este, de lehetsz, hogy péntek. Nézd a cigány szívem, haver, csak úgy húzna tényleg. Az élet a falhoz állít, osztja, ahogy szokta. Fejem felett lassan száll, egy bárány felölt locsán. Zeneileg és földrajzilag is elég különböző irányokból jöttek a zenekar tagjai. Hogy lettetek mégis zenekar? Hát ez egy nagyon régi barátságból induló zenekar tulajdonképpen. Mindenki zenélt már közösen is különböző zenekarokba, külön-külön is rengeteg zenekarba, és így hosszú idő után, egy ilyen 20 éves kis kihagyás után tulajdonképpen összetalálkozott a zenekar, elkezdtük magunkat nagyon jól érezni, és ebből nagyon sok dal született, amit most lemezre vettünk tulajdonképpen, legalábbis egy bizonyos kis részét lemezre vettük. Mikor készül el a lemez, hiszen a lemezbemutató koncert cím ellenére a lemez mégsem kapható még? Igen, sajnos nem, mert elhúzódott a stúdió munka egy kicsit, egy jó bő hónappal elhúzottunk. Most így a lemezbemutató után egy héttel fog megjelenni csak a lemez, amit sima lemez CD formátumban sajnos bakeliten nem tud megjelenni. CD formátumban lehet majd kapni tőlünk szerzői kiadásban, és letölthető lesz majd az internetről is. Az utca köve mocskos, az emelek a sáros. Szüke színű undor, pinci be a falat. Az élet csak szára, a hivatali adat. Bánog ember utcán, a több vagy utánat szalad. De nem ez az a hely, hol húzza neki agyat. Sárga köves út, nem látszik persze őke. Álma itt a lejtett csöré, de a füstre száj, még száj. Menj az a dorot, igen. Kor az iga vonó menet, nem számít itt semmi, a szar is le van szarva. Összeesel ott hagynak az aszfaltra kagyma, hisz mindenki behűl a csoró a melóba. A gazdag a jó lét, de a szervek meg a drogba. Nincs itt már semmi, nincs itt mibe, húzd is csak a nyugati szél, fújj be ide! Szállj, még szállj! Menj az a toroci kedves, az a vár! A dalok dallamvilága és a szövegek is könnyen megmaradnak az emberek fülében. Ki a felelős a zenekarban a dalírásért? A szövegírásért Szecsődi István Szecska, aki a basszusgitárosunk, ő írja a szövegeket. A zenei ötletek tulajdonképpen gitárosoktól, Pap Róbertől indulnak valamilyen formában, és így együtt íródik a zene onnantól kezdve próbákon, ahogy meg tudjuk csípni a hangulatot, hogy egymásra tudunk hangolódni, tulajdonképpen így íródnak a dalok. Ha jól tudom, a zenekar tagjai legalább három különböző városban élnek, hogy sikerül összehozni a próbákat.
Hát ez az egyik legnagyobb problémánk, ugyanis tényleg a basszusgitárosunk Szekszárdi, a dobosunk Győri, a gitárosunk, szólógitárosunk Szombathelyi, a ritmusgitáros Pápai, én tulajdonképpen nem tudnám megmondani, hova valósi vagyok, Ajkai, Veszprémi, mindenféle helyről folyamatos alakok. Nagyon nehéz tényleg összehozni a próbákat, ez egy kicsit rányomja a bélyegét az alkotó munkára, bár szerintem erre a lemezre, ami elkészült anyag, és a jövőben levő anyagok már tükrözik azt azért, hogy a hosszú együttlétből azért jó dolgok születnek. Hajszomok belülről nincs kilincs, az idő ezen kokik. Azt mondják már évig egyszerig, míg az ember itt megszokik. Mondjátok meg Máriának, szeretem, és azt is, hogy megváltozom. Képzeledve sokat járok nálatok, de engem ne várjatok, ne várjatok. Jó alap délután, meg átsüt a rácsokon. Képzeletbe sokat járok, várhatok, de engem ne várjatok, ne várjatok, ne várjatok. Mennyire sűrű a koncertprogramotok? Hát hál' az égnek mostanában azért alakul, kisebb kihagyások voltak. Basszusgitárosunknak volt egy súlyos balesete, ami miatt kihagytunk. Most egy kicsit összeállt így a zenekar. Úgy néz ki, hogy a következő idényben azért minden hónapban legalább 3-4-szer tudunk játszani, ami most már jónak számít nálunk. Valahogy a fél hová is már. Nem ér utól a félelem. Lesütött szemmel lépek a gázra, nem nézek hátra, s azt képzelem. A fülembe csengenek az utolsó szavak, előttem vörös szemmel ég a pillanat, magasztos pillanat, vagy megszokott. Valami láb köszön, rossz napon. Levez az út vezet a szivárvány alatt, mindentől nagyon messze van. Kényszerben is rajta minden pillanat, még a csend sem hangtalan. A fülembe csengenek az utolsó szavak, előttem vörös szemmel ég a pillanat, magasztos pillanat, vagy megszokott. Hogyan lehet megtalálni a zenekart? Jelenleg a Facebookon Rakéta Peszó zenekar néven megtalálhatóak vagyunk. Nem sokára készül egy honlapunk is, reméljük rövidesen elkészülés utána egy kicsit konkrétabban és több információval tudunk szolgálni majd mindenkinek. A Facebookunk az tulajdonképpen egy kicsit ilyen mostoha, mert egyikünk se egy számítógép és netfüggő ember, úgyhogy kicsit ezzel hadilában vagyunk, de nem sokára lesz honlap is, úgyhogy Narkita Presszó zenekar néven majd mindenki megtalál minket.
Ez az a hely, ahonnan elindul a minden. Ez az a hely, ahol az elsőt ver a szívem. Ez az a hely, ahova odaül a libidó. Ez az a hely, ahonnan elindul a kirakó. Ez az a hely, ahol a biztonság a nyugalom. Ez az a hely, ahol még nem ébred a tudatom. Ez az a hely, ahol még nem értem a szavakat. Ez az a hely, ahol visszasírom magamát. Magamát. Ez az a hely, ahol a jól laktam, azt tudni fogok. Ez az a hely, ahol még nem tudom a nevemet. Ez az a hely, ahol még körül lesz a szeretet. Ez az a hely, ahol még nem vágom a szereket. Ez az a hely, ahol még naposzat csak lebegek. Ez az a hely, ahol még nem esnek rám pofonok. Ez az a hely, ahol az idő egyben taporok. Ez az a hely, ahol még biztos kapok vacsorát. Ez az a hely, ahol még nem szárnyal a gondolat. Ez az a hely, ahol még nem tudom a sorsomat. Ez az a hely, ahol ha megnyílik az alagút. Ez az a hely, ahova nem vezet egy hamis út. Ez az a hely, ahonnan kicsalak a fények. Tudom, hogy láthatlak majd kívülről is téged. Úgy tudom, a zenekar tagjai közül többen játszanak más formációkban is. Igen, basszusgitárosunk Szecska, ő Szekszárdon a Gitár Quartetben, és még egyéb ilyen kis formációkban, a Német Nemzetiségi Színházban is zenészként játszik. Gitárosunk Robi egy népi zenekarba brácsázik, elég sok táncházat, stb. Csinálnak. Egyelőre mi most Csabival, a másik gitárosunkkal egy kicsit szünetelésben vagyunk, nem sokára alakul majd egy ilyen kis drum and bass-es élő zene tulajdonképpen, ami rengeteg hangszerrel, fúvósokkal, egy bolgár népi zenekarral összekötve lesz majd hallható. Ez még folyamatban van, egy kicsit még az elején tartunk ennek. Van néhány jó barát, ki velem hisz a megborát, meg a ideg napokra egy nagy kamár. Belső zsebében nincs már kincs, talán nem is volt. Csak a csend, csak a csend. Hadd még a pillanat, ha megtennéd, hogy itt ragaszt, én rajzolnék két felleget. Egyetek el, ahol a szél se jár. Csak a csend, csak a csend. Törcen nap alatt, csak kéne elvezünk. Orrig húzott zakaróval egy plastik ablakon, bámuljuk azt, ami jó nagyon. Vannak világuralmi terveitek, vagy inkább csak kecstelés ez a zenekar? Világuralmi terveik nincsenek nagyon. Hát szeretnénk persze, ha minél szélesebb körbe jelenne meg a zenekar, és minél többen megkedvelnék. Ez nem tőlünk függ, vagy hát annyiból függ tőlünk, hogy amit mi megcsinálunk, megírunk, mi azt nagyon élvezzük, és próbáljuk ezt átadni az embereknek. Reméljük, megtalálja őket a jövőben.
kiharcsap az utca. A tegnapi szemetet a szél még mindig fújja. Élem ide jöttem ez rossz fokból, az úton csak egyszer nem forrom. Kísért mindig, most is látsz a hány. Csurván vágtad át az éjszakán. Hadgyereket és sásztorok, hús és szellem az úton kolorog. Szellem, szellem az úton, sötét lényét, álmatlan kujó. Szellem, égzengő hangban, sötét lényét, szárcsalan. Fénye az arcomon simít. Hallom a láncok csikorgó hangjait. Félsintő nasít a szlován, sátán kutyája csahol a lányomán. Sötét lényét, szántan.